Budapest teljes erőbedobással készül Majka, 39, és csapata a 100 tagú cigány zenekarral közös fellépésre. Ahogy korábban arról beszámoltunk, a rappernek és a világhírű művészeknek több közös fellépésük is lesz. A negyedik előadás bevételét pedig a Hospice alapítványnak ajánlották fel. A Blicknek Majka korábban elmondta, támogatja az alapítványt, amely annak idején beteg édesanyjáért is sokat tett. A zenész a péntek esti bulik előtti főpróbán a TV2 Mokka című műsorában arról is beszélt. Fontos volt számára, hogy valami rájuk jellemző különleges produkciót hozzanak létre. Megpróbáltunk progresszívabbak lenni a kortársainknál. Mi a legérdekesebb fúzióra adtuk le a voxánkat, hála Istennek a 100 tagú cigány zenekar vevő volt. Összeállt egy olyan zenei mix, amitől mindenki megnyalja majd a 10 ujját, mesélte Majka, majd arra is kitért, hogy Curtis nem vesz részt a koncerten, de a viszonyuk a látszat ellenére rendben van. Attilával folyamatosan tartottam a kapcsolatot. Az, hogy a média ebből mit mutatott, és hogy ő néha miket írt ki, azt én sok minden másnak tudtam, bemondta Majka. Már sokszor hallottam tőle, meg fog gyógyulni. Ha most tényleg elindul ezen az úton, akkor ennek örülök. Ezt én szeretném a legjobban.